itt azt hiszem a legkihelyezettebb te voltál, Andi, az utazás tekintetében, hogy bármit adná, bármit megadná. Hát három év szexmentesen, csak utazhasson. Igen, három az menetes. Nem vállaltam, a kettőre mondott, igen. Én nagyon szeretném itt utazni, de tehát most igazából már csak kezdjük ott, hogy édesanyám Romániában, Erdélyben van, bátyám Németországban. Tehát, hogy azért így, most már lehet értitek, hogy miért. Igen. De egyébként is én nagyon szeretem a nyarat, nagyon szeretem a meleget. Én egy-két évent azért szeretek kikapcsolódni, főleg mert sok savat kapok, és ilyenkor én nagyon szeretek ki szakadni ebből az egészből, elrakni a telefont, és egyszerűen egy-két hétig nem venni tudomást az egészről. Legutóbb például Erdélyben sikerült így elmennem a hegyekbe, úgyhogy az a helyen, képzeld el, nem volt térerő. Az a legjobb. Nem volt térerő. Egy könyvben volt, így elraktam a telefont és csókolom. Én is voltam, hát ez gyönyörű. És bírnád egyébként nem csak egy hétig, hanem mondjuk hónapokig ott legyél? Én konkrétan egy hétig voltam, igen, és amikor elindultunk vissza, egyébként egy táborral voltunk ott, és Nagyváradi Szigligeti Színházból, és amikor visszafelé jöttünk, ugye mindenkinek elkezdett csipogni a telefon, hogy ping, ping, és nekem meg egy bing, 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 és utaltak azért. Mindenhol tótani cikket, és ott elmorzsoltam egy könycseppet. Tehát én ott úgy voltam, hogy ebbe visszajönni. Most megyünk vissza, légy szép. Azt egyébként tényleg nagyon elgondolkodtam, ott anyukámmal is beszéltem, hogy anya, visszamegyek! De nyilván, tehát végzem a dolgom, megjövök vissza. Csak néha azért tényleg így elcsábít ez a kis nyugodt élet. Akkor neked az idős éveidre, idős korodra az az élet... Egy lakatlan szigetem.